Szimulátor, avagy védelmi fejlesztések. A Magyar Honvédség védelemipari fejlesztéseit bemutató sorozatunk következő részében az Airbus A319-es merevszárnyú repülőgépekről lesz szó. 2016 végén jelentették be, hogy 10 éves program indul a honvédség fejlesztésére, melyre több mint 3500 milliárd forintot szánnak. Ennek köszönhetően az elmúlt években komoly hadiipari fejlesztésbe kezdett az ország a védelmi beszerzési ügynökség irányításával. A műveletekben óriási szerepe van Maróth Gáspár kormánybiztosnak, aki immár negyedik éve tölti be ezt a pozíciót. Feladata, hogy az érintett minisztériumokkal együttműködésben menedzselje a védelmi, ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó stratégia kialakítását. Együttműködik a védelmi, ipari fejlesztésben érintett ágazatokkal, valamint meghatározza és indítványozza a hadfelszerelés fejlesztésének irányait. Bár 2018-tól kormánybiztos, a program kidolgozásában már 2016-tól személyesen részt vesz. Maróth Gáspár személyes küldetése, hogy eljusson az emberekhez a honvédelmi és haderőfejlesztés híre, eredménye és fontossága. 1990 után volt egy politikai egyetértés abban, hogy továbbiakban nem lesz szükség az országban védelmi funkciókra. Ez a kezdetben, 90-ben még nem volt ennyire egyértelmű, de a 99-es NATO csatlakozás után ugye ez majdhogy nem a politikai osztálynak egy ilyen egyetértése lett, hogy innentől kezdve elfelejthetjük a saját védelmi képességekkel kapcsolatos politikai gondolkodást. Ma már látszik, hogy ez nem így van. Sajnos ez az elmúlt néhány évtized rányomta a bélyegét a honvédség megítélésére a társadalomban, tehát épp elég restanciánk van, hogy ezt visszahozzuk mind a közgondolkodásba, mind pedig a társadalmi elfogadottságát megmutassuk. A nemzetközi missziókban rendszerint a legjobbak között teljesítenek a magyar katonák, ezért nem csak a saját feladataikat hajtják végre, hanem nagyon gyakran ők biztosítják a más nemzetekből lévő bajtársaik életét, menekítik ki az állampolgáraikat. Szeretném, hogyha ezt az egész ország megismerni, és büszke lenne rájuk legalább annyira, mint amennyire egy francia, egy brit vagy egy amerikai katonára büszke a saját országa. Büszke arra, hogy a kimagasló védelmi ipari fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország felkerült a világ hadiiparának a térképére, és a haderőfejlesztés tekintetében is a NATO-n belül az elit klubba tartozik. Mai adásunkban a Magyar Honvédség védelmi ipari fejlesztéseinek egy következő eleméről, az Airbus A319-es repülőgépekről lesz szó. Az A319-es kéthajtóműves, rövid és közepes hatótávolságú utasszállító repülőgép. Maximum 160 utasra lehetséges székekkel berendezni. Hatótávolsága 6900 km. A Magyar Honvédség állományába két darab Airbus 319-es 2018 eleje óta teljesít szolgálatot. A kiöregedő, körülbelül 40-45 éves Antonov An-26-os szállító repülőgépek üzemideje lejárt, így mindenképpen szükség volt az Airbusok beszerzésére. Csaknem fél évszázados szolgálat után vonták ki a hadrendből az ancsákat. A korábban alkalmazott Antonov, azaz An-26-os szállító repülőgép típushoz képest technikai-technológiai generációváltásnak nevezhető az Airbus A319-es a Magyar Honvédségben. A beszerzett csapatszállítók rendeltetésükben nem térnek el a korábbi szovjet elődeiktől. Az Airbus személyszállító kapacitása miatt jóval több katonát tud gyorsabban szállítani. Sebessége, a repülési magassága és a hatótávolsága is nagyságrendekkel nagyobb. A szerencsésebb országok, amelyeknek van nemzeti légitársasága, az állami kötelezettséget egyszerűen megoldják a nemzeti légiflottából való bérlése. Ugye nálunk a
2000-es évek elejére visszamenve, a Gyurcsány kormány alatt történt egy rendkívül elhibázott privatizációja a Malévnek, aminek aztán a végén hiába próbálta már az Orbán kormány visszavásárolni a Malévet, azt már nem lehetett az európai jogszabályok szerint talpra állítani egy tőkeinjekcióval, ezért a Nemzeti Légitársaság megszűnt. Viszont nem szűntek meg azok a feladatok, amik az államban a légiszállítással kapcsolatos kötelezettségek. Ilyen például a veszélyhelyzetből lévő állampolgárok kimenekítése, ilyen például a speciális védett kormányzati anyagok célba juttatása a nagykövetségek és a kormányzat között, ilyen például a katonáink missziós területre juttatása, vagy adott esetben nagyobb mértékben lévő haditechnikai eszközöknek a mozgatása, ami ugye NATO kötelezettség is, de nemzeti kötelezettség is, vagy akár bármilyen olyan jellegű funkciója az államnak, amikor az állam a saját állampolgárai egzisztenciája, élete és biztonsága érdekében nagyobb mértékű légihíd összekötetést kell, hogy teremtsen két pont között, amit nem lehet szárazföldön megoldani. Ezért muszáj volt az állam keretén belül egy saját légiflottát létrehozni arra, hogy ezt biztosítsuk. Hoztak egy jogszabályt, miszerint az állami vezetőknek a bizonyos körülmények között a légiszállítását kötelezően a Magyar Honvédségnek kell biztosítania. Tehát ez 2006-7-ben született ez a döntés. Ez nem csak a katonáknak a légiszállításáról szólt, hanem az állami vezetőknek a légiszállításáról is szólt. A319-es azért kellett, mert kiszámoltuk azt, hogy ha ezeket az állami funkciókat egybevesszük, hosszú távon egy ilyen képességnek a megteremtése sokkal költséghatékonyabb, mint állandóan bérelni gépeket. Ráadásul ezeknek a gépeknek, hogyha missziós területen mennek, akkor olyan hadműveleti területek közelébe kell menni, ahol már a védelmi képességét biztosítani kell tudni ezek a repülőgépnek. Ezekre képtelenségkereskedelmi gépeket bérelni. Ez egy képességhiány volt korábban a Magyar Honvédségben. Ez a stratégiai szállítóképesség, és ez nagyon fontos volt, hiszen a katonáink most is a világ számos pontján szolgálnak, a nemzetközi műveletekben vesznek részt, és ugyanakkor az ország szempontjából is fontos, hiszen azért itt a pandémia alatt is használtuk ezeket a gépeket. Tehát olyan stratégiai szállítóképesség van most a mai Magyar Honvédségben, ami nagyon régen volt, és valóban hiánypótló. Emlékezzünk csak az afganisztáni kimenekítő műveletre. De mielőtt rátérnénk az Airbus és a Magyar Honvédség eddigi legsikeresebb történelmi katonai akciójára, nézzük meg előbb a gépeket közelebbről. A Honvédség két gépe a kecskeméti Szentgyörgyi Dezső repülőbázison állomásozik. Ott jártunkkor Szentgyörgyi Dezső századossal találkoztunk, akinek a neve feltűnően megegyezik a repülőbázis nevével. És hogy miért? 88-ban egyszer otthon voltam, egyedül, és ilyenkor egy gyerek kutat, úgyhogy egy 44-es újságot, 1944-es újságot a szekrény mélyéről, azt úgy megtaláltam, és úgy akkor döbbentem rá először, hogy hát itt a háborúban komoly sikereket ért el a nagypapa. A háború végéig 33 ellenséges repülőgépet lőtt le, ebből körülbelül 26 orosz vadászgép volt és bombázók, és a többi amerikai repülő volt a 44-es nyári nagy amerikai bombázások közben. 13 éves korában egy újságcikkből döbbent rá, hogy vadászpilóta nagypapája mekkora legenda volt. A magyar vadászrepülés kiemelkedő alakja a II. Világháború alatt mintegy 220 légi bevetésen vett részt, közel 30 igazolt légi győzelemmel. Túlélte a II. Világháborút, az 50-es évek AVH-ját, majd 1971-ben a nyugdíj előtt repülőgép balesetben vesztette életét. Emlékét máig őrzi és ápolja a Magyar Honvédség. Így vette fel a kecskeméti repülőbázis a hős pilóta nevét, az ifjabb Szentgyörgyi Dezső édesapja és nagypapája nyomdokai lépdelve 21 évet töltött a kereskedelmi repülésben, majd ő is pilóta lett. Az Airbusra való átképzését már a nagypapájáról elnevezett repülőtéren szerezte meg Kecskeméten.
A német Air Berlin légitársaság csődje után 56 darab A319-es utasszállító repülőgép került nyomott áron a piacra, melyből kettő fiatal, 8-9 éves, jól karbantartott gépet vásárolt meg Magyarország. Magyarországnak NATO tagsága kezdete óta a nemzetközi koalíciós feladatai megnövekedtek. 4 kontinens 14 országában közel 1000 magyar katona teljesít szolgálatot koalíciós és egyéb békefenntartó feladatokban. A katonák szállítására, a váltások lebonyolítására az AN-26-os gyakran kevésnek bizonyult. Az afganisztáni és iraki misszió már kimondottan gazdaságtalan volt, gyorsan fogyasztotta a repülési órákat, és a személyi állomány részére is indokolatlanul hosszú és megterhelő volt. Természeti katasztrófák, tömegbalesetek, evakuációk és egyéb humanitárius esetekben is egyre indokoltabb volt a személyszállító, csapatszállító repülőgép. Amerikát kivéve az összes kontinensre járunk, és véletlenszerűen ezek hadműveleti repülések, a legtöbb belőlük az a Magyar Honvédségnek a különböző missziókba, mint Koszovó, Bosznia, Ciprus, ahol katonai missziók vannak, ott nagy létszámú magyar katona tartózkodik, és a váltásokat és a szabadságolásokat ezzel a repülővel hajtjuk végre. Ott jártunkkor pont egy ilyen misszióba indult a gép. Az afrikai Maliba szállította a magyar katonákat. Az egyik navigátort kérdeztük, hogyan történik egy ilyen missziós út megtervezése. Az ő feladata az út előtt 1-1,5 héttel már elkezdődik. Megkapja a repülési feladatot. Kiképzési repülés, missziós váltás, delegáció szállítása. Ezt követően pedig egy digitális tervezőprogram segítségével egy útvonalat tervez, különböző szempontokat figyelembe véve. Ez a tervezőprogram mindent figyelembe vesz. Szél, szelet, súlyt, ugye a repülőgépnek van egy súlya, ha azt megpakolom emberekkel, felszereléssel, akkor az egy többletsúly, üzemanyag, fogyasztást számol. Tulajdonképpen mindent kiszámol, ami nekem fontos adat. Az adatok alapján a gépparancsnokkal egyeztetve megtervezik az utat, az üzemanyag mennyiséget, stb. A Loadmaster meghatározza az utasok helyét a gépen, ami a súlypont eloszlás miatt fontos. És persze be kell kérni a szükséges diplomáciai engedélyeket. Az út megtervezését követően a következő fontos feladat a gép műszaki átadása, átvétele. Erről az Airbus szolgálatvezető mérnökét kérdeztük, akinek a feladata szintén már a felszállás előtt megkezdődik. Egy ilyen repülőgépet 3 ember szolgál ki. Van egy ügyeletes mérnök, aki felelős a kiszolgálás egészéért igaziból. Az ő munkája nem konkrétan az, hogy a repülőgépet konkrétan előkészíti, hanem odafigyel mindenre, az üzemanyagtöltéstől, a kiszolgálásig, a vontatásig, a megfelelő biztonsági rendszabályoknak a betartásáért. Hogyha probléma adódik, akkor ő intézkedik, hogy ez a probléma milyen módon lehet elhárítva. A sárkányos szakember az főleg a külső részeken dolgozik, minimális ellenőrzési kötelezettsége itt is van, az avionikus pedig inkább főleg itt a repülőgépnek a belterében, illetve a pilótafülkében hajt végre feladatokat, és hajtja végre a felszálláshoz történő előkészítést, ezt mi déli cseknek hívjuk. A repülőgép nagy mennyiségű számítógéppel van ellátva, minden rendszert számítógép felügyel a hajtóműtől, az összes navigációs berendezésen keresztül. A műszaki mérnök ellenőrzése nélkülözhetetlen. Minden esetben ő dönt arról, hogy a gép felszállhat-e. De nem csak a pilóta fülkén belül, hanem a gépen kívül is van feladatuk. Meg lehet nézni a nitrogénnyomást az akkumulátorokban, hogy megfelelő-e, tehát mindazok, amik a működéshez elengedhetetlen feltételűek, illetve a futóművek állapotát, a hajtóműnek az állapotát, ami kívülről látható, olajszintek ellenőrzését. Az egész munkánk talán legfontosabb üzenete, hogy az a repülőgép, ami felszáll, az sikeresen le is szálljon. Tehát azt szeretjük, hogyha a felszállások száma pontosan egyenlő a sikeres leszállások számával, vagyis a repülés biztonság az maximális. A műszaki előkészítést elvégezték. Mindent rendben találtak a szakemberek. Ezután jönnek a pilóták, átveszik a gépet, majd a katonák is elfoglalják helyüket, és irány Mali. És akkor most jöjjön az Airbus A319-es leglátványosabb és legsikeresebb művelete, az afganisztáni kimenekítés. Mielőtt rátérnénk az akcióra, nézzük az előzményeket.
2001. szeptember 11-én az Amerikai Egyesült Államok ellen terrortámadást hajtott végre az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet, amelynek az afganisztáni tálibok biztosítottak menedéket akkoriban. Az Egyesült Államok válaszul bevonult Afganisztánba. A NATO 20 éve van jelen Afganisztánban, ahol 2021. április végén 36 tagország 9600 katonája állomásozott. Magyarország 2003-ban csatlakozott és kezdte meg a szerepvállalását. 18 éven keresztül szolgáltunk Afganisztánban, majd 2021. június 8-án hazatért a Magyar Honvédség utolsó kontingense is. A katonákat egyébként az Airbus A319-es hozta haza. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. 2021. áprilisában Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy megkezdik az amerikai katonák kivonását májustól. Ezután kezdődött a káosz. Menekültek 10 és 100 ezrei próbálták és próbálják azóta is elhagyni Afganisztánt. Egy titkos, hétnapos, az Operation Sámán fedő nevű akcióra kapott ezután megbízást a Magyar Honvédség. A magyar kormány úgy döntött, hogy segítsünk azokon a afgán katonákon és családokon, akik segítették, támogatták a katonák munkáját. A kormány célkitűzése és feladatszabása az volt, hogy magyar állampolgár ne maradjon Afganisztánban, Kabulban, mindenkit hozzunk haza, mindenkit menekítsünk ki. A katonák kimenekítettek 540 főt. 540 főt. Magyar, amerikai, osztrák és afgán állampolgárokat. A magyar állampolgároknak 100%-át tudtuk hazahozni. Tehát akiről volt tudomásunk, akik felvették velünk a kapcsolatot, akik ki akartak jönni, és ezt jelezték, 100%-ukat haza tudtuk hozni, ki tudtuk őket menekíteni. Mindezek mellett hazahoztak 57 afgán állampolgárt és 180 gyermeket is. A honvédség a parancs készhezvételétől számított kevesebb, mint 20 óra alatt felkészült a feladat végrehajtására. Diplomáciai segítséggel Kabultól egy órányi repülőútra, Üzbegisztán területén a helyiek segítségével egy külön sátorvárost hoztak létre, ahova a kimenekítetteket szállították először Kabulból. Amikor nyílt az időkapu, akkor repülőgépeink berepültek Kabulba. 14-szer tették meg ezt az utat. Volt, hogy csak 30 percet tartózkodhattak a kabuli reptéren, járó motorral. Az afgán reptérre nagyon nehéz volt bejutni, mindenki menekülni akart és az életéért küzdött. A sikeres kimenekítést Airbus A319-es csapatszállítógépek segítségével végezték. Én kimerem mondani, hogy a magyar katonák a Magyar Honvédség történelmet írt. Nem emlékszek olyan szabású kimenekítési műveletre a múltból, főleg a közelmúltból, amikor ilyen kihívásnak kellett megfelelni a katonáink. Köztudott a Magyar Honvédség keretén belül, hogy az AN-26-ossal lévő missziós területre juttatásnál nem egyszer voltak életveszélyes körülmények között, pusztán a repülés alatt a magyar katonák. Fenntarthatatlan volt ezekben a távolságokban, ezekben a magasságokban, hogy modern korszerű gépeket ne váltsuk le az egykori AN-26-os flottát. Afganisztán esetében hihetetlen gyorsasággal tudtunk evakuálni ezekkel a gépekkel nagy mennyiségű civil személyzetet, illetve nem civil személyzetet is, tehát más NATO szövetséges országok számára nagyon komoly szolgálatot tettek ezek a repülőgépek. Messze jobban bírták néhány más típusnál a terhelést. Afganisztánban azt kell tudni, hogy extrém terhelés alatt voltak a gépek, nem csak a hőmérsékleti és a domborzati viszonyok között, tehát a repülőtér megközelítése szempontjából, hanem az ott lévő szakmai előírások szempontjából is, tehát ezt kevesen tudják, hogy ugye ezek a gépek, amikor leszállási engedélyt kaptak Afganisztánban, akkor folyamatosan járó hajtóművel kellett várakozniuk. Ez irgalmatlan megterheli egyébként a gépnek az üzemeltetését, hiszen nem engedi hűteni a repülőgépet, pláne egy afganisztáni körülmény között ezt nem kell magyarázni jobban. Ennek ellenére kifogástalanul teljesítettek ezek a gépek. A katonai akció komplexitásáról, nehézségeiről a Magyar Honvédség parancsnoka további részleteket árult el nekünk.
Egy előre tolt bázis hoztunk létre ezt azért, hogy egy egyórás repülőúttal tudjunk bemenni Kabulba, hogy az ott lévő time-slotot, időrést kihasználva a lehető legkevesebb időt tartózkodjon a gép Kabulba, hiszen ott azért forró volt a helyzet, és ugye áttelepítve a kimenekítendő személyeket, majd onnan kicsit később haza tudjuk őket hozni. A hegység ott magas, az idő forró. A gépeket nem lehet leállítani a kabuli repülőtéren, hiszen nincsen már meg az infrastruktúra, tehát a segédhajtóműnek folyamatosan menni kell. És ezzel az idő alatt kellett a különleges erőknek megtalálni azokat az embereket, behozni a reptérre, ellenőrizni őket, elvenni tőlük azt, amit nem szeretnénk, hogy náluk legyen, hogy minden veszélyforrást kizárjunk, majd átszállítani nyilván az előre tolt bázisunkra, hogy egy második csekk után, ellenőrzés után, megszervezve a hazautazást, elhozzuk őket valóban békés környezetbe. A Magyar Honvédség történelmet írt az akcióval. Ruszin parancsnok szerint legfőképp a sikeres haderőfejlesztésnek köszönhető a siker, mert megvolt az a fegyverzet, felszerelés és szállítóeszköz, ami kell ahhoz, hogy egy olyan műveleti területre menjenek a magyar katonák, ahol egy olyan feladatot kellett ellátniuk, amit még soha nem hajtottak végre, csak gyakoroltak itthon.